A világon egyre több felé szigorítják a szilveszteri petárdázás és tűzijátékozás szabályait. Svédországban ez az első év, hogy engedély nélkül tilos lesz világító rakétákat lövöldözni az égbe. Lengyelországban is a bulit csúcspontját jelentik az eget megfestő fényjátékok, de a kutya tulajdonosokra való tekintettel Varsóban tavaly óta már tilos az ünnepi robbantgatás. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy nagyon óvatosan bánjanak a tűzijátékkal, mert azok pirotechnikai eszközök. A látvány ugyan gyönyörű, de igen veszélyes is lehet nem megfelelő használat esetén, figyelmeztet a lengyel rendőrség. Németországban is hozzátartozik az óév búcsúztatásához a petárda és a tűzijáték, de idén már mintegy 30 német város vagy önkormányzat teljesen vagy részlegesen betiltotta ezt a fajta szórakozást. Még a legkisebb petárda is robbanóanyagot, lőport tartalmaz, ami robbanást okozhat. Ha nem tartják be az utasításokat, az sérülésekhez vezethet. Hívja fel a figyelmet a kölni tűzoltóság szóvivője is. Eközben sokfelé virágzik az illegális kereskedelem. Olaszországban 170 kiló pirotechnikai eszközt foglaltak le egy decemberi rajtaütésben. Tűzijátékok miatt Itáliában tavaly szilveszterkor 216 sérülés történt. A sérülések zömét a kézben felrobbanó eszközök okozzák. Nem tudják, hogy a fel nem robbant tűzijátékot soha nem szabad újra meggyújtani, mondja egy olasz orvos. Bár világszerte egyre hangosabbak a tűzijátékozás és petárdázás betiltását követelő hangok, vélhetőleg sokan és sokáig továbbra is így fogják elbúcsúztatni az új évet.